Komárom a 19. század elején, tehát Jókai Mór születésekor élte fénykorát. Maga Jókai magyar Olümposznak, Mikszát pedig Kelet-Párizsának nevezte a várost, utalva ezzel a pezsgő szellemi és gazdasági életre. A gazdasági jólét a napóleoni háborúk idejében kezdett emelkedni, amikor megerősítették a város védelmi rendszerét. A nagyarányú építkezések fellendítették a helyi ipart és kereskedelmet. A virágzó gazdasági élet szellemi fellendülést hozott magával. Itt jelent meg többek között az első magyar nyelvű tudományos folyóirat és Magyarország első országos jellegű hírlapja is. Ebben a jómódú és szellemileg felvilágosult Komáromban született a legnagyobb magyar regényíró, Jókai Mór. Meleg családi környezetben nőtt fel, ami jellemző volt a régi Komáromra. A soha véget nem érő névnapok, a szűnni nem akaró disznótorok és a rokoni összejövetelek szinte egyetlen családdá forrasztották össze a város lakóit. Maga az író így emlékezik vissza a komáromi családi ház meghitt légkörére. Kora gyermekségemtől kezdve mindig a legjobb életet láttam magam körül. Otthon mindenki szerette egymást. Soha egy zokszó nem hangzott a házunknál. A mai Jókai utcában lévő családi otthontól nem messze áll a híres református kollégium, ahol az író 7 évig diákoskodott. Így írt róla. A város legszebb részén a Szombati utcában, áttellemben a kálvinista templommal volt egy piac nagyságú terület, az utca felől szép ráccsal bekerítve. Az én nagy diákkoromban a tágas udvar egy részét átalakítottuk botanikus kertté. A telek mélyéből emelkedett ki a szép, nagy emeletes épület, amely úgy volt megalkotva, hogy még a földindulásnak is ellenálljon. Homlokzatán az aranybetűs felirattal Musis Positum, a múzsák hajléka. Közismert, hogy Jókai nagyon szeretett rajzolni, festeni. Megörökítette többek között édesanyját, unokahúgát és testvéreit is. Tehetsége kibontakoztatását a Szent András utcai Révkomáromi királyi rajzoskolának is köszönheti, név szerint Orbán tanár úrnak, akinek sírja a városi temetőben van. A pápai és kecskeméti diákévek után Jókai azzal az elhatározással tért vissza Komáromba, hogy ügyvéd lesz, ahogy édesapja is meghagyta. Már bojtárkodása alatt dolgozott a Hétköznapok című regényén. Mivel a Szombati utcai családi házban nem lelt nyugalmat a munkához, kiköltözött a mai Erzsébet szigeten lévő családi nyaralóba, amelyről így vall. Ó, az a kis fakunyhó ott a Dunaszigeti gyümölcsös kertben. Az volt az én legdrágább palotám, amiben valaha tanyáztam. Ott írtam meg első regényemet. Ott szövődött asztalos Etelka iránti szerelme is, aminek a tengerszemű hölgyben állít emléket. Petőfi 2-szer is volt látogatóban Jókaiéknál Komáromban, s mindkét alkalommal bejárta a szigetet is. Jókai szigeti sétáinak emlékét őrzi a Bőti kertben felállított filagória is. Alatta állt az író első szobra. Istók János alkotása azonban a két világháború közötti időben tönkrement. Az Aranyember senki szigetének leírása sem más, mint a komáromi sziget rajza. A regény főhőse Tímár Mihály Domonkos János személyében ismert alakja volt Komáromnak. Sírja a görögkeleti templom udvarában található. Az író városához való kötődését meg annyi regény, elbeszélés igazolja. Többek között az elátkozott család, a politikai divatok, a három királyok csillaga, a női honvéd hadnagy, a mi lengyelünk. De a szülőváros sem feledkezett meg nagyfiáról. 1881-ben díszpolgárává választotta. Szülőházán, valamint a családi házon pedig emléktáblát avattak. Később, 1937-ben leleplezték az író monumentális ért szobrát, Berecz Gyula komáromi szobrászművész alkotását. 1991-től pedig Jókai nevét viseli a színház is, amely most is műsorán tartja egyik művét. És amikor Jókai Mórt temették a kerepesi temetőben, utolsónak Tuba János, Komárom országgyűlési képviselője a szülőváros nevében így búcsúzott tőle. Miénknek vallottunk, s a miénk is voltál,
világot hódító komáromi fiú. Komárom adott a világnak téged, és te egy világot adtál nekünk cserébe. Halhatatlanná lett városunk általad, elpusztulhat, elsöpörheti a föld színéről forgó viszontagságok vihara, de emlékét időtlen időkig megőrzik dicső műveid és halhatatlan emlékezeted.